A rendőrség továbbra is várja azokat a fiatalokat, illetve bárki jelentkezését, aki határvadász képzésen szeretne részt venni, majd utána a határvadászként őrjárőrtársi beosztást betölteni. A toborzás után a jelentkezők egy képzésen is vesznek részt, de mit tanulnak ezen a képzésen? Így van, ahhoz, hogy valaki határvadásszá lépjen elő, illetve határvadásszá váljon, elég szoros feltételeknek kell megfelelni. Elsősorban azoknak a jelentkezését várjuk, akik a 18. életévet betöltötték, érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, büntetlen előéletűek, a Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkeznek, illetve magyar állampolgárok. Azok a személyek, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek, ők jelentkeznek bármelyik rendőrkapitányságon, és az egységcsomagot kitöltve tulajdonképpen lehetőséget kapnak arra, hogy megmérettessék magukat, hogy későbbiekben ezen a képzésen részt tudnak-e venni, illetve alkalmasak-e arra, hogy ők határvadásszá váljanak. A feltétele annak, hogy valaki el tudja kezdeni a képzést, az elsősorban egy alapvető egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálat, amelyet, hogyha valaki eredményesen teljesít, minden feltételnek megfelel, akkor egy fizikai felvételi követelményeket fog teljesíteni, és hogyha ez az egész keret mindent megfelelt, és minden feltételnek megfelelt valaki, akkor onnantól kezdve nincsen semmilyen gátja annak, hogy elmenjen erre a képzésre. A képzés két modulból áll. Első körben egy 2 hónapos képzést kap az illető, aki innentől kezdve munkavállalóként vesz részt a rendőrség keretén belül, és ezért jövedelmet kap. A bruttó alapilletménye 180.500 forint az az alapilletmény, amivel kezd ezt a 2 hónapos munkavállalói modult. A 2 hónapot követően egy vizsgát tesz, amelyet, hogyha eredményesen teljesít, akkor kezdődhet a 4 hónapos képzés, ahol már az alapilletményét megemelik 220.300 forintra, és ezt követően a 4 hónap után újabb vizsgát kell tennie, ahol tulajdonképpen számot kell adni az elsajátított tudásáról. Természetesen ezekre az alapilletményekre még további lehetőségeket biztosít a rendőrség azért, hogy úgymond minél több szemét tudjon határvadászként megnyerni. Itt meg kell említeni a bruttó 200.000 forintos éves kafetéria összeget, illetve a lakhatási támogatást, ruházati utánpótlást, az utazási és mobil tarifa csomag kedvezményeket, és az éjszakai, a készenléti és a túlóra pótlékokat, amit esetleg meg tud majd a készpénzben is váltani, vagy szabadidőben is. Ez saját döntésén alapul majd. Mint mondtam, a képzés az 6 hónap, és ezt követően, hogyha valaki ezt a 2 időszakos vizsgát eredményesen teljesíti, akkor onnantól kezdve már a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályának az őrjárőrtársi beosztására jogosult, és innentől kezdve már önállóval, illetve járőrtársával együtt már elláthatja azokat a feladatköröket, amelyet a vezetői számára meghatároztak. Miért fontos ez a toborzás? Azért fontos, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy milyen utómódon kaphat erre a képzésre lehetőséget bárki, aki kedvet érez ez a szakma iránt. Illetve el kell mondani azt, hogy a 18. életév betöltése után bárki, aki a feltételeknek megfelel jelentkezhet, és 55. életévéig meg is teheti ezt, hiszen addig várjuk a jelentkezőket. Fontos azért, hogy a tájékoztatást minél nagyobb körben megtegyük, és természetesen a rendőrkapitányságokon bárhol szívesen állunk rendelkezésére annak, aki érdeklődést mutat ez a pálya iránt. Pontosan mit csinál a határvadász? A határvadász az a számára meghatározott beosztási helyen járőrtársi feladatokat teljesít, tehát mindenképpen egy járőr vezetővel együtt közösen látja el a szolgálatot, és természetesen a határvédelmi feladatok érdekében teszi a szolgálatot. Ez egy veszélyes szakma?
Inkább úgy fogalmaznánk, hogy ez egy érdekes, egy változatos szakma, és azok a személyek, akik mondjuk már nem tudnak elmenni egy olyan intézménybe, ahol szakképzés keretén belül 2 éves tanulmánnyal tudják megszerezni a rendőri hivatáshoz szükséges tanulmányokat, nekik úgymond felnőttként való tanulmány megszerzéssel, vagy tudás megszerzésével lehetősége van arra, hogy a rendőri szakmába érvényesüljön, és itt helytálljon. Mik a feltételei annak, hogy bekerüljünk erre a képzésre? Mindenféleképpen szükséges az alapvető feltételeknek megfelelni, mint már elmondtam, az életkort, a büntetlen előéletet, illetve az állampolgárságra vonatkozó dolgokat, illetve a lakhelyel kapcsolatos feltételek, de kiemelten fontos az, hogy legyünk tisztában azokkal az egészségügyi problémáinkkal, amelyek mindenféleképpen kizáróként szerepelnek, amelyet nem tudnak sajnos eltitkolni, mert hiszen egy megfelelő orvosi tím áll rendelkezésre azért, hogy kiszűrjék azokat a rejtett betegségeket is, ami megakadályozza valakit abban, hogy határvadásszá váljon. És nem utolsó szempont, hogy ezért megfelelő fizikai állóképességgel kell bírni ahhoz, hogy valaki a fizikai követelményeket is tudja teljesíteni. Mik azok az egészségügyi szempontok, amik kizáró okok lehetnek? A magas vérnyomás, a cukorbetegség, az alapvető népbetegségnek számító olyan krónikus betegségek, amelyek egyébként is nagyon sok munkahelyen meggátolják azt, hogy valaki betöltse azt a beosztást, illetve itt a szem élességre vonatkozó különleges olyan romlás, egészségromlás, vagy látásromlás, aminél mondjuk már nem tud megfelelni, de természetesen a felvételi tájékoztató ezt kiemelten tartalmaz, hogy melyek azok a kizáró betegségek, de az orvos is megfelelő tájékoztatást tud adni, hogy alkalmasnak találná ilyen szempontból vagy sem. De természetesen ha valaki kedvet érez a ilyen pálya iránt, de úgy érzi, hogy az ő betegsége nem teszi alkalmassá, ne adja föl, mert a rendőrségnél összeült egészségügyi orvoscsapat, ők majd megfelelő tájékoztatást vagy választ tudnak erre adni. Ez a képzés olyan, mint mondjuk egy nappali tagozat, vagy ezt lehet munka mellett is végezni? Nem, mint ahogy említettem már, a képzést a megkezdő személyek már munkavállalóként vesznek részt a képzésen, tehát ott akkor már effektív a rendőrség állományába kerülnek, és ott ezt teljes munkakörben csinálják, csak itt tanulmánnyal kezdenek, és azt követően helyezkednek el a szakmájukban. Akkor ezzel a képzéssel, hogyha elvégezzük, akkor egy katonai vagy egy rendőri rendfokozatot is szerzünk. Határvadász, őrjárultási beosztást kap, így van az eredményesen teljesítő személy, és onnantól kezdve már a szolgálatot elláthatja, szolgálati feladatait végezheti. Akik elvégzik ezt a képzést, azok azonnal mennek is határvadászként a határokra? Így van, amennyiben már a sikeres vizsgát letette a határvadász, azt követően már a szolgálati helyére vezénylik, és onnantól kezdve már el is tudja kezdeni, ellátja a feladatait megfelelő településeken. Ehhez szükséges az, hogy vállalni kell azt, hogy nem ő válassza meg elsősorban azokat a szolgálati helyeket, ahol teljesíteni kívánja majd a szolgálatát, hanem ez egyfajta döntés, amelyet el kell fogadni, de természetesen ehhez nyújt segítséget a lakhatási támogatással a rendőrség, hogy így esetlegesen egy családnak az átköltözése kapcsán sem okozzon semmilyen fennakadást a család életébe, hogyha egy másik városba vezénylik mondjuk a határvadásszá vált munkavállalót. Hol vannak ezek a vezényleti pontok, ahol tartózkodnak ezek a határvadászok? Több olyan városban is, mint Szombathely, Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Kiskunhalas, Szeged, Orosháza, Debrecen, Nyírbátor, Miskolc, illetve Budapest és Győr azok a városok, ahol a határvadászok a tevékenységüket ellátják. Ez mind annak függvényben, annak mértéke, hogy hol van szükség esetleg arra a személynek a munkájára, illetve a megerősítésre. Melyik korosztályt érdekli inkább ez a határvadászat, illetve melyik korosztály az, akit várnak erre a feladatra? Az eddig jelentkezett személyeknél úgy tűnt, hogy inkább a közép
középkorú személyek, inkább a 30-35 felettiek, azok, akik sokkal komolyabban veszik ezt a képzést, és nagyobb érdeklődést, nagyobb intenzitást mutatnak a képzés iránt, illetve akik úgymond kipróbálták már magukat az életben más pályán is, és mégis úgy döntöttek, hogy valamiért ezt a fajta fegyveres testülethez való tartozást részesítik előnybe, és végezték el a képzést. Több olyan személy is van, akik család anyaként kezdték meg a képzést, és váltak határvadásszá, illetve olyan férfiak is, akik előtte akár fizikai munkát végeztek, akár szellemét, de mégis úgy gondolták, hogy nekik ez a pálya az, ami egy kicsit szívükhöz közelállóbb, és így úgymond érett felnőttként is hajlandóak voltak egyfajta pályamódosításra, és választották a határvadász képzést, és végezték is el sikeresen. Ha már itt szóba került, hogy családanyaként is jelentkeztek erre, a nőknél is előfordul többségbe, hogy ők is jelentkeznek, vagy inkább a férfiaknál fordul elő jobban? Itt nem rendelkezünk itt helyben olyan jellegű statisztikával, hogy milyen nemek aránya a jelentkezés esetében, mert ezt országos szinten tudják megmondani, viszont igen kedvező képet mutat az, hogy már a nők is érdeklődnek a pálya iránt, és elmondható, hogy igenis szépen helyet is állnak ebbe a körben. Hogyha valaki elvégezte a képzést, akkor meddig kell kötelező állományban lennie? Azzal, hogy valaki elvégezte ezt a OK-s képzést, hiszen OK-s végzettséget kap az összesen 6 hónap tanulmány elvégzése után, azután már hivatásos állományú tagként rendelkezik, vagy hát vesz részt a rendőri munkába, de ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a későbbiekben újabb tanfolyamokat, újabb iskolai végzettségeket szerezzen magának, és későbbiekben a járőr társi beosztásból esetleg járőrré, vagy más beosztásokba helyezkedjen el, hiszen itt ezen a szinten nem rekednek meg, hanem lehetőséget biztosít a rendszer arra, hogy továbbképezzék magukat, és esetleg más munkakört is a rendőrség berkein belül kipróbáljanak. Előreláthatólag hol lehet még határvadásznak jelentkezni a környéken? A Várpotai Rendőrkapitányságon mindenképpen a munkatársaink egyfajta egységcsomaggal állnak rendelkezésre, ahol biztosítják a megfelelő információt, és elmondják azokat a fontosabb szempontokat, amelyet mindenképpen tudni kell annak, aki érdeklődik, és természetesen, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, igyekeznek készséggel válaszolni. Azokra a kérdésekre, amelyekre nem tudnak választ adni, az természetesen megérdeklődik, tehát senkit nem fogunk információ nélkül hagyni. Aki már online szeretne tájékozódni, ez megteheti a rendőrségnek a hivatalos honlapján a police.hu weboldalon is, de mint ahogy említettem, bármelyik rendőrkapitányságra bárki bátran bizalommal fordulhat, hiszen megfelelő segítséget meg fogják adni.